Krisztusban, kedves testvéreim, kedves rádióhallgatók és a Facebook képernyők előtt ülők, a ítélet van ezen a világon. Vajon átérezzük-e ezeknek a szavaknak a súlyát, amelyek elhangoznak ott, akkor, amikor Jézushoz jönnek a pogány görögök is, látni szeretnék, beszélni akarnak vele. Ítélet van ezen a világon. Vajon miért pont nekik mondja? Miért pont ez a beszélgetés hozza ki Jézusból ezt a kifejezést, amely nem más, mint az, ami történni fog, amit két hét múlva ünneplünk, az ő kereszthalála és feltámadása. Tulajdonképpen Isten irgalmas szeretetében, Jézus Krisztusban megbocsájt ennek a világnak, és Jézusnak a szenvedése és halála, ami bűneink bocsánatáért következik be. Isten ítélete egyúttal az irgalma is. De ezekben a napokban, hetekben, amikor már azt gondoltuk, hogy március 1-től majd lazítások következnek, és könnyebb lesz az életünk, mint az elmúlt egy esztendőben, még szigorúbb szabályok közé szorítanak bennünket, minket féltve, mert valóban a járvány ismét felerősödött, immár harmadszor többen lesznek áldozatai, mint bármikor eddig, pedig már azt hittük, vége van. Akkor most is ítélet van a világon? Akkor most is az Isten azt teszi, hogy az embereket meg akarja tanítani valamire? Vagy ahogyan gyerekkorunkban mondták, Móresre tanítani? Hogy a szenvedés és a halál által megértse, hogy az élet és halál ura nem az ember, hanem az Isten. Isten mindent fel tud használni az ember üdvözítése érdekében. És erről beszél ezeknek a görögöknek is. Rá kell döbbenjen, mint ember Jézus, a názáreti, hogy az ő küldetése nem csak a választott nép számára szól, hanem szól a világ minden népe és nemzete, minden egyes embere számára. Azok számára is, akik nem az egyisten hitet követik, azok számára is, akik más nemzet fiai, minden ember számára. Tehát az ember hogyan tudja felfogni, vagy próbálhatja felfogni, hogy mit is jelent, hogy én az Istennel ilyen bensőséges kapcsolatba kerülhetek, és legalább megpróbálom megérteni a körülöttem történő eseményeket. És azt gondolnánk, hogy eme görögök, akik azért Arisztotelész vagy Platón filozófiáján nőttek fel, és nem a Szentírás szaván, Jézus majd az igazság örök keresése, vagy éppen a szeretetnek a megnyilvánulásairól fog beszélni, nem ezt teszi, hanem egy hasonlatot mond. Ha a mag nem jut a földbe és el nem hal, nem hoz termést. De ha elhal, akkor bőséges termést hoz. Tehát annak a magnak önmagát megsemmisítve kell feláldoznia saját magát, hogy termést hozzon. Áldozatot kell hoznia. És utána elmondja, hogy majd akire föltekintenek, ez lesz ő maga
ez a mag. Ő maga ez az áldozat, akit feláldoz az Isten azért, hogy bőséges termés legyen. Azaz, hogy a világ minden népe és minden nemzete, minden egyes tagja számára elvigye az üdvösség örömhírét. Mert az Isten senkit sem kárhoztat. Az Isten senkit sem akar megbüntetni. Az Isten mindenkit meg akar menteni. A kárhozat és a büntetést az ember önmagára hozza, ha Istennek ezt a végtelen szeretetét és irgalmát tudatosan és egyértelműen visszautasítja. Hat esztendőn keresztül jártam egy elfekvő kórházba minden szombaton. Egyetlen egy emberrel találkoztam, aki nem akart egyáltalában a pappal beszélni sem, de pláne nem a szentségeket. És nem értettem, hogy egy halálközeli állapotban élő ember, aki hol itt van, hol nem, hol érti, amit mondunk, hol nem, vajon miért van a szívében ilyen ellenkezés az Isten felé? Soha nem hagytam ki a bácsit a heti látogatásokkor. Mindig oda mentem hozzá. Volt, amikor hozzám vágott valamit, és úgy zavart el, de nem bántam, mert tudtam, hogy őt is meghívta az Isten az üdvösségre. Karácsony volt, és mindenkinek adtunk egy picike kis ajándékot, és egy gyerek zenészekkel, énekesekkel karácsonyi énekeket énekeltünk, így mentünk korteremről korteremre. És akkor láttam azt, hogy mikor eme bácsihoz értem, befelé fordult a fal felé, és azt mondtam neki, Isten jött Jézusban erre a világra, hogy neked megbocsásson, mert mindenkinél jobban szereti az embert. És akkor kifordult a bácsi, és azt mondta, nekem nem lehet megbocsájtani. Én megcsaltam a feleségemet, én elhagytam a gyerekeimet, én hozzám ide be nem jön senki, a legközvetlenebb hozzátartozóim is gyűlölnek. És akkor azt mondtam neki, de ha mindezt megbántad, egyetlen egy valaki meg fog érteni, és meg fog bocsájtani. Ez pedig az, aki életét áldozta, érted. És a bácsi ott karácsonykor első áldozó lett. És a következő héten már nem érte meg az új évet. Az Isten minden embert üdvözíteni akar. Az Isten mindenkihez el akar jutni, hogy vele találkozhasson. Ahogyan ezek a görögök is minden protekciójukat összeszedték Fülöpnél, Andrásnál, csak hogy eljussanak Jézushoz és vele találkozzanak. Holott egészen más volt az ő életük és gondolkodásuk, de valami biztos, hogy Jeruzsálembe vitte őket az ünnepre, valami oda vonzotta őket Jézushoz, ha egyszer találkozni akartak vele. Gyerekkoromban volt egy ilyen könyv, ami a Legek könyve. Legtöbb, legszebb, legjobb, legértékesebb, stb. Jó vastag. És olyan emberi teljesítmények voltak benne, amelyek mind arról szóltak, hogy valaki miben a legjobb. Hogy egy futó hány perc alatt teljesíti a kört, és aki a legjobb volt, a legjobb futó, annak a neve benne volt ebben a könyvben. És ugyanígy az élet minden területén.
ki a legkövérebb. És valamilyen, nem tudom én, 278 kilós ember volt benne, aki a világon számon tartott emberek között a legkövérebb. Leg. Mert az ember szereti ezeket a túlzásokat, az ember vágyakozik arra, hogy megtudja, hogy ki miben a legjobb. És akkor, mikor ezt a könyvet láttam, bele-bele olvastam, megdöbbentem, hogy emberek mi mindennel foglalkoznak, és embereket mi minden érdekel, hogy mi a legjobb, mi a legnagyobb, mi a legfontosabb. Majd pedig egy első pénteken ott térdeltem az Atya mellett, mint minisztráns a Jézus szíve litánián, és akkor hallottam a litánia végén a legméltóságosabb oltári szentség. És úgy eszembe jutott, hogy tényleg, hát ki előtt szoktunk letérdelni? Hát ember előtt legkevésbé. Csak az Úr Jézus előtt térdelünk le. Tehát itt az oltári szentségben egy leg van. Olyan valaki, aki mindennél több. Persze nem került be a legek könyvébe. Mert az emberek nem azt keresik, hogy ki a legtöbb, a legértékesebb, a legfontosabb az embernek az életében, maga az ember élet Isten, hanem emberi teljesítményekben keresik a legeket. És ezért ilyen vastag a könyv, mert csak egy leget kellett volna abban a könyvben leírni. Urunkat, Jézus Krisztust, aki a legméltóságosabb oltári szentség. Majd egy kirándulás alkalmával elkerültem Győrbe, és talán sokan ismeritek Győr nagyon szép városát, ahogyan a városban sok szép műemlék, egyházi épület, terek, és most gyönyörűen fel is újítva sok minden. És akkor a Gutenberg téren rátaláltunk egy szoborra. Harmadik Károly építette ezt a szobrot, a Frigyláda szobora. És aki végigvezetett bennünket Győrött, ő mesélte el a történetet, szintén biztosan vannak, akik ismerik, miszerint az 1700-as évek végén egy úrnapi körmenet a Szent Ignác templomból, ami most a Bencés gimnáziumnak a temploma, a bencéseké, a körmenet a Széchenyi térről ment föl a Püspökvárba. És a katonák észrevették, hogy egy szökevény öltözött be minisztránsnak, és ott ment ebben a körmenetben, így próbált elbújni, majd rácsaptak erre a szökevényre, és a nagy rángatózásban, dulakodásban föllökték a püspököt kezében az oltári szentséggel, és az a földre esett. Abban a pillanatban mindenki megdöbbent, hogy lehet az, hogy az a legméltóságosabb oltári szentség a földre került, és hogy mi élt az emberekben, és bárcsak élne bennünk is az oltári szentség méltóságának ez a mély tisztelete, így mesélte az idegenvezető, azt a darab földet, ahová leesett az oltári szentség, körbeásták, kiemelték, megőrizték, majd pedig elhelyezték ebbe a Frigyláda szobor alkotásba, fölemelték a földdel együtt, amely érintkezett a legszentebb oltári szentséggel.
Amikor az ember minden nap megkaphatja, minden vasárnap találkozhat a szentségi Jézussal, emberek vagyunk. A megszokás rabjaivá nagyon könnyen azzá tudunk válni. Van-e ilyen mély tisztelet az oltári szentség iránt? Amikor máskor a nyelvünkre, most a kezünkbe fogadjuk, hogy Jézussal találkozhatom, hogy a legméltóságosabb oltári szentség jöhet el hozzám, hogy valóban képes vagyok-e mindig csak térden állva fogadni őt. Olyan térden állva, amivel kifejezem, hogy az én gyarló teremtményi létem találkozik a tökéletes, legszentebb mindenhatóval, és nem csak egy megszokásból állok be a sorba, és veszem magamhoz a legméltóságosabb oltári szentséget. Mert abban a pillanatban, amikor az oltári szentség megjelenik majd most is ebben a szentmisében itt az oltáron, a mennyország jelenik meg. Hiszen Jézus, aki testében fölment a mennybe, testében lejön a kenyér és bor színe alatt, hogy ismét olyan személyesen legyen közel hozzánk, mint ott Jeruzsálemben az apostolokkal és a görögökkel. Miben leg még az oltári szentség a legfontosabb az életemben? Hiszen nincs több annál, mint Istennel egyé válni. Egy jeruzsálemi zarándoklat alkalmával a helybéli utaskísérőnk, idegenvezetőnk a következőt mondta ott a Szentsír bazilikában. Micsoda nagyszerű, a maga módján fejezte ki, hogy a ti mesteretek, a ti rabbitok a kenyérben és a borban hagyta itt önmagát, mint áldozatot. Egyszer és mindenkorra a tiétek lehet, hiszen nekünk, ő maga zsidó ember lévén, még ha helyreállt volna is a jeruzsálemi templom ott a templomhegyen, akkor bárányok és bikák vérét vennénk áldozatul. Most? Az Isten sokkal bölcsebb ennél. Az Isten sokkal egyszerűbb ennél. Egy darabka kenyér, egy korty bor, a test és a vér, az élő személy a legfontosabb az életemben. A legfontosabb, hogy mindent megtegyek annak érdekében, hogy magamhoz vehessem. És igen, ez sokszor áldozattal jár. Nem csak a bűnről kell lemondani, az teljesen természetes, hogy mindannyian lemondunk a bűnről, hiszen Isten arra hívott meg bennünket, mint hittanos gyerek, ugye ebben a Skype-on mondja, hogy milyen jó feltételed van nagy bőjtre, azt mondja, hát nem fogok bűnt elkövetni. Mondom, jó feltételről volt szó, nem a lelkiismereti kötelességedről, amit keresztény embernek nem szabad bűnt elkövetni, és ha elkövetett, bocsánatot kell kérni az Istentől a Szent Jónásban, de mi a jó feltételed? Mi az a jó, amit meg fogsz tenni, vagy amiről le fogsz mondani? Csak nézett a kamerába,
Te erre nem tudod válaszolni, de minden esetre bűnt nem fogok elkövetni, mondta még egyszer. Tehát ez természetes, de mi az, amit én áldozatot hozok? Amikor lehet áldozat eljönni a templomba? Biztos, hogy van ilyen alkalom is. 3-4 gyerek ráncigálja az anyukáját, apukáját vasárnap reggel, egyik még alszik, a másik még nem mosakodott, meg a harmadik nem akar reggelizni. Összeszedni őket, elhozni, és Jézus közelében lenni. Áldozat. De van ennél nagyobb áldozat is, amikor olyan élethelyzetbe kerülök, hogy egy szeretett személyről kell lemondanom ahhoz, hogy a szent áldozásban részesülhessek. És amikor abba az emberileg felfoghatatlan és nehéz döntésben élek, hogy most kit válasszak. Vajon a legfontosabb valóban Krisztus? Egy kedves nővér mesélte, aki mikor készült arra, hogy nővér lehessen, és hát belé szeretett egy fiú. És ő először titkolta, majd aztán a fiúnak is elmondta, hogy ő apáca szeretne lenni. A fiú persze mindent megpróbált, hogy a lányt lebeszélje. Mindent megtett annak érdekében, hogy az ő őszinte és tiszta szeretetét ennek a lánynak kifejezze. Hát nem volt könnyű helyzetben a lány, mert nyilván ő is megszerette a fiút. És döntenie kellett. És amikor a lány döntött és bement a rendházba, hogy novícia legyen, elköszönt a fiútól, és a fiú a következőt mondta. Mindig éreztem, hogy a legfontosabb Jézus a te számodra. Vele én nem tudom fölvenni a harcot, érted, és nem is akarom. Az én szeretetem irántad azt kívánja most, hogy lemondjak rólad, hogy te azé lehess, aki számodra a legfontosabb. Vajon számomra a legfontosabb valóban Krisztus az életemben, a szentségi Krisztus, aki lejön a mennyországból, értem a kenyér és bor színe alatt, hogy az enyém lehessen, és én az övé? Kányádi Sándor erdélyi költő nevét nyilván mindannyian ismerjük, néhány évvel ezelőtt ment el a Jóistenhez. Személyesen ismerhettem, találkoztam, beszélgethettem vele, és talán le is írta valahol ezt a történetet, hasonló úrnapi körmenetről van szó, mint amit az előbb is említettem, amikor ő Mártonáron püspökhöz igyekezett, hogy vele találkozzon és beszélgessen, mert nagyon szeretett vele beszélgetni. És éppen úrnapja volt, mit tudta ő református létére, milyen ünnep van azon a csütörtökön, és látta a körmenetet, látta az embereknek az áhítatát, látta a püspöknek az arcát, ahogy az arca előtt tartotta a legfontosabbat. És amerre ment az oltári szentség, mindenki letérdelt. Ő megmondta, hát azért tisztességes, református ember vagyok, úgyhogy állva maradok. És amikor elment előtte az oltári szentség, azt vette észre, hogy már térden áll. Nem tudom elmondani, miért.
Nem tudom elmondani, mit éreztem. De egyszerre vonzott, és egyszerre a leborulásra, a térdhajtásra ösztönzött. Nem tudom elmondani, mit éreztem. A legszeretetre méltóbb, és ez legyen a harmadik leg, nagyon sok ilyen leg lehetne, a legszeretetre méltóbb szentség számomra Jézus Krisztus az oltári szentségben. Visszaemlékszem arra, hogy egy idős pap, még annak idején az örökimádás templomba jártunk, és velem szembe lévő utcába, és hát a templommal szembe lévő utcába lakott az egyik nagynénénk, és ha őt meglátogattuk, akkor az örökimádásba mentünk misére utána. És hát nyilván, ahogy egyre idősödött, egyre többször, és volt ott egy idős atya, aki mielőtt megtörte a szentostját, megcsókolta. És én megint fiatal kamaszként azt éltem meg ebből a gesztusból, hogy kifejezi a szeretetét, hogy most össze fogja törni. De nem azért töri össze, mert nem szereti, hanem azért, hogy kioszthassa. Mit tudtam én gyerekként, minek mi az értelme később papnövendékként, teológusként, nyilván megtanulta az ember, de ez az idős atya, ha ő misézett, amikor ott voltunk a nagynénémnél, és oda mentünk templomba, mindig így tette. Mielőtt megtörte, megcsókolta, mert szerette. Istennek hála, és sokszor megköszöntem már, hogy a São Paulo-i bencések vendége lehettem Brazíliában többször, és elvittek Nyomornegyedbe, favellába, amelyben ők építették a templomot, az óvodát, az iskolát, és ők tanították ezeket az utcagyerekeket, ezeknek a sokszor bűnözőknek a gyerekeit, és ott láttam a következőt. Vége volt a szentmisének, és a szentmise után egy sor keletkezett az oltár előtt. És én nem értem, hogy miért állnak oda sorba, most még valami külön áldásban fognak részesülni, vagy mi fog történni? Hát nem. A tabernákulumhoz álltak sorba. Letérdeltek egyenként előtte, a favellában, a Nyomornegyedben vagyunk, ahol rablók, bűnözők, utcagyerekek élnek, letérdelnek a tabernákulum elé, és félhangosan elmondanak valamit Jézusnak, majd fölállnak és megérintik a tabernákulum ajtót, vagy megcsókolják a tabernákulum ajtót, keresztet vetnek, és így mennek ki a tákolt kis kápolnából. Ezek az emberek megértették, hogy az oltári szentségben egy élő személy van jelen közöttük, az élő Krisztus, úgy beszéltek vele, mint ahogyan egymással beszélnek az emberek. De ugyanakkor tisztelettel letérdelve, és életük legrejtettebb fájdalmait és titkait elmondva, és aztán átölelve és megcsókolva. Mert szeretik az élő Krisztust az oltári szentségben. Mert a legnagyobb szeretet, hogy az élő Krisztus itt van az oltári szentségben. Szent Pió atyáról olvastam egyszer, hogy, de azt hiszem, hogy a róla készült filmben is benne van,
hogy rászóltak, hogy nem lehet egy szentmise másfél-két óra, tessék egy óra alatt befejezni. Ő nem mondott rá semmit, annál alázatosabb volt. De miért volt másfél és két óra? Nem azért, mert annyit beszélt, mint most én, hanem azért, mert az átváltoztatáskor olyan átéléssel, olyan lassan mondta Jézusnak az utolsó vacsorán elhangzott szavait, és tartotta föl az embereknek Krisztus testét és vérét, hogy a mise ilyen hosszú lett. Mert egyé vált vele. És ahogyan azok, akik oda mentek az ő szentmiséjére, elmondták, szinte mindig végig sírta az átváltoztatást. Mert azt élte meg, hogy a kenyér és bor színe alatt Krisztus a kereszten szenved és meghal, és eltemetik, de föltámad és él. És mindez lezajlik ott az oltáron az ő kezei között, a kenyér és a bor színe alatt. Annyira szeret az Isten, hogy fiában önmagát áldozta fel, értem, az én bűneimért, azért, mert én rossz vagyok, azért, mert én visszautasítom az Istent, azért, mert nekem minden más fontosabb, mint ő. Ő pedig ennyire szeret, és ilyen áldozatot hoz, értem. És ezt még az egyház sem értette meg, miért teszi ez a szent pap, ez a szent kapucinus szerzetes. Így élte meg, hogy Krisztus, a meghalt és föltámadt üdvözítő, itt van a kenyér színe alatt. Benne Isten legnagyobb szeretetét élte meg, mert a legszeretettebb szentség az értünk feláldozott Krisztusi test és Krisztusi vér. Amen.